Sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt. Egyszerűen imádom az olyan autókat, amik használhatók akár családi autóként is, tehát beleférnek a gyerekek, a feleség, és esetleg a cókmókok, amikor mondjuk elindulunk Horvátországba vagy távolabbi utakra, de amikor egyedül vagyunk és a szabályok engedik, olyan útszakaszra tévedünk, akkor ki lehessen nyomni az autónak a szemét és menjen, mint a meszes. Na ebbe a kategóriába tartozik a V8-as erőforrásának köszönhetően szinte csak szuperlatívuszokkal illethető és kombi kialakítású Audi RS7 Avant, de ide sorolnám például a Kia Stinger GT-t, vagy éppen a Hyundai i30 End, és ebbe a kasztba tartozik többek között még a Skoda Octavia RS is, ami már több éve velünk van és több generációt megélt. A legújabb modellel viszont az a baj, hogy bár kívülről dög, belülről ultramodern, a hang már nem a kipufogók vagy éppen a motortér felől érkezik, hanem a hangszórókból, ami tökéletesen mutatja, hogy hova fejlődik a világ, elektrifikáció, persze ebből is van hibrid, meg ebből is van még dízel, de ez a 2 literes TSI erőforrás már nem az, amit esetleg várna egy ilyen vásárló, ráadásul a Skoda Octavia RS új modelljének ára is olyan magas lett, hogy igazából szerintem nem nagyon tud megközelíteni az előbb említett konkurensekkel. Egy dög, egy félelmetes, kompakt méretű autó, és már itt az első mosoly az arcunkon szerintem, mert 4689 mm-es hosszúságával azért már alig ha esik ebbe a kategóriába, de mégis ide sorolandó, és főleg az MQB Evo platformnak köszönhetően ugyanerre épül többek között a Volkswagen Golf, vagy éppen az Audi A3, de azért itt jóval nagyobb méretekkel számolhatunk, már csak a két tengely közti 2686 mm-es tengelytáv is mutatja, hogy itt nem csak külsőleg méretes az autó, hanem belülről is kényelmesen el lehet férni, nem csak elől lehet úgy beállítani az ülést, hogy hosszú távon is lehessen közlekedni az autóval, hanem a hátul kettő vagy akár három fő számára is tágas helyet kínáló Octavia RS tényleg egy kiváló utazó autó, ami hát szélsebesen is tud közlekedni. Na de a külső bemutatása következik, szóval nem a helykínálat most itt a legfontosabb, hanem nézzük meg, hogy mit nyújt az RS felszereltség a normál Octaviához képest, főleg úgy, hogy itt azért sok millióval több pénzről beszélünk. Hát itt ledes Matrix fényszórókkal találkozhatunk, nyilván ezek baromi jól világítanak éjszaka, segítik a biztonságos közlekedést, szép a vetítési fényük és egységes is minden, szóval hát érdemes ilyen fényszórókat választani, mert tényleg hosszú távon azért kifizetődő. És most már itt a hűtőrács, vagy éppen a visszapillantó tükröknek a külső burkolata, és egyéb elemek is, többek között az ilyen légbőlműre hasonlító ködlámpák alatti rész is már feketére lett festve és a piros árnyalattal karöltve. Hát ez teszi igazán döggé, igazán extravagánsá ezt az autót. Tényleg azért az összeesküvés elméletek nem véletlenül születnek, hogy a Volkswagen próbálja a csoporton belül azért a Skodát, vagy éppen a Seatot visszafogni, mert tényleg elképesztő dizájnerek dolgoznak ott, és hát szerintem így nyíl egyenesből, ahogy a vágóképeken látszik, hát írtozatosan jól néz ki ez az autó. Tényleg ez a nem túl hivalkodó hűtőrácsa, ide-oda domborodó és egyébként befele mélyedő motorháztető is szerintem megadja az egységét ennek az autónak, bárhonnan tekintünk rá, bár azért nyilván megvannak benne az Octavia stílusjegyei, mégis sokkal jobbak, és egy ilyen autót szerintem a férfiaknak a többsége elfogadna, de piros színben szerintem még a hölgyeknek is megdobogtatja a szívét. Az alapáron járó 18-as Fenix helyett itt már 19 szolos keréktárcsákkal találkozunk, ami bőven elfér az autó alatt, és teljesen jól mutat. Én úgy gondolom, hogy a komfort érzetet nem csökkenti jelentős mértékben, tehát ha valaki azt próbálja összekonfigurálni magának, hogy a lehető legvagányabb autó legyen a tulajdonában, akkor nyugodtan válassza ezt, tehát így is már sportosabb futómű, szóval 18 vagy 19 szolos felni szerintem már édes mindegy, és gyönyörű a sziluettje ennek a szedánnak, de ugye 5 ajtós, és mindig is ez volt az egyik legjobb az Octaviában, bár ugye régen volt 4 ajtós változat is, de az 5 ajtós majdnem olyan térérzetet nyújt a csomagtérben, mint a kombi, hát itt is hatalmas terület áll rendelkezésre, szóval hát nem kell félni attól, hogy nagyobb bőröndöket is elcsomagoljunk és elvigyünk magunkkal. Persze hát nyilván a szedán kialakítás, vagy limuzinnak is nevezhetjük akár, azért az ott a csapott hátuljának köszönhetően nem pakolhat olyan jól, mint egy kombi, de így is sokkal tágasabb, mint hogyha valamilyen 4 ajtós szedán kivitelt választanánk. És szép nagyok az ajtók, tehát kényelmesen be lehet huppanni, a fejtér is bőven megvan. Nyilván azért elől az az egy, hát egy kicsit kellemetlenség van, hogy nagyon szélesen nyúlik a küszöb, és amikor mondjuk alacsonyra állított ülésből kiszállnánk, akkor könnyen össze tudjuk koszolni a farmer nadrágunknak a hátsó részét a vádlingnál. Ez mondjuk egy picit zavaró tud lenni, főleg ebben a kezdődően már saras, havas időben.
hát nyilván ennyi kompromisszumot azért meg lehet kötni, és hogyha hátra megyek, akkor látszik, hogy a formatervezőknek a fantáziája hátul sem fagyott el, ami nagyon jó, és szerintem még egy fokkal rátesz az egész dizájnnek a lapátjára, az nem más, mint a hátsó kis spoiler, ami szintén feketére lett festve, és ez jól néz ki, tehát megvan, kicsit messzebb megyek, és megvan az a szépség ennek az Octavia RS-nek, hogy mint hogy egy sokkal drágább autóról lenne szó, tehát nem csak egy Skodáról, bár én a Skodát nagyon szeretem, szóval ez nem egy ilyen degradáló kifejezés, hanem tényleg a Skoda azért nem prémium, de mégis itt úgy érezhetjük, hogyha levesszük a feliratot, mert most már ugye hátul nem logó van, hanem felirat, akkor bizony azt vehetjük észre, hogy mintha egy sokkal drágább modellben ülnénk, meg lehet vele jelenni, lehet azért komolyan gyorsan is menni, vagy üzleti tárgyalásokra is indulni. A Skoda felirat alatt pedig két fontos kifejezés látható, az egyik az Octavia, a másik pedig az RS, van egy kis diffúzorunk, ez is feketére lett fényezve, és ez is egy picit modernebbé, vagányabbá, merészebbé teszi az Octavia RS-t, de a jó hír, hogy nem csak szerűség van ott, hanem két normál kipufogónk, tehát nem csak látványelem, hanem azért tényleg van kidörgő az autó alatt, persze azért nagy hangot nem ad, és pont ez az egyik nagy problémám vele, hogy bár a hangszórókból olyan, mintha valami 6-8 hengeres autóban ülnénk, olyan hangok jönnek, de hogyha kihajolunk az ablakon, akkor bizony semmit nem fogunk ebből hallani, majd erről még a vezetés közben fogok azért beszélni. Na szóval így néz ki az Octavia RS hátulról, futóindexes megoldásokat kapott már ez az autó, és nyilván magasabb felszereltségének köszönhetően már ledes hátsó lámpákat. Szép a fényjáték, igazából egyben van az autó teljesen, és akkor még megmutatom a csomagtartónak a méretét. Ez már elektromosan nyílik, biza. Hatalmas, óriási. Ez nem csak egy sportautó, mert azért ezt a szópáros nem használnám rá, de sportos autó. Van középen a sílésznek helye, illetve le tudjuk dönteni a hátsó támlákat, bár nem síkban dőlnek, ezt meg lehetett volna szebben oldani, de nem csak előről, hanem minden hátulról is meg tudjuk tenni, és ez egy olyan felszereltségű autó, hogy azért ki tudja köpni magából a vonóhorgot is, tehát lehet vontatni is természetesen vele, van egy kis zacskótartónk, tehát ha valaki ezzel menne bevásárolni, akkor nyugodtan oda tudja akasztani, de tényleg szerintem az Octavia RS így, ahogy van, nagyon pofás, nagyon dizájnos, és hát emészgessük, mert talán utoljára kapjuk meg erős benzinmotorral. Kezdjük a nagy totállal, a sofőr szemszögéből ez látszódik, hát leginkább a két tekintet vonzó dolog az a két darab kijelző, az egyik az 10,25 incses, a másik pedig 10 colos, tehát hatalmas panelekről van szó, amiket természetesen személyre is lehet szabni, és rengeteg verzióban kijelezhetők a különféle információk, tehát lehet itt váltani, hogy hogyan jelezze ki a sebességet, az aktuális fogyasztást, vagy éppen az átlagfogyasztást, illetve a navigációt. Szóval azért ezek elég modern és mindenképpen előremutató dolgok. Jobb és baloldalon pedig ilyen kis ledes pöckök segítségével látható, hogy hogyan fogy a benzin, mert azért fogyni fog. A baloldali adatok azért jól mutatják, hogy hát kis fogyasztással itt nem nagyon lehet megúszni, illetve hát azért a vízhőfokról is információt kapunk, persze ennél talán az olajhőmérséklet még egy fokkal fontosabb. Illetve a kormány az jó fogást biztosít, tehát nyilván egy sportkormány, a hüvelykujjunknak a helye is megvan, illetve multikormány, tehát kormányfűtéstől kezdve a számoknak a vezérléséig, illetve a különböző vezetéssegítő asszisztens szolgáltatásokig, valamint hát nyilvánvalóan a hátsó kijelzőnek a vezérléséig minden gombot megtalálunk, de mondjuk ezek a fényes elemek annyira fölöslegesek itt, nem is mutatnak túl jól, persze egy kis eleganciát kölcsönöznek, de hát könnyen össze lehet őket karcolni, ugyanígy itt a kormánynál, hogy itt középen van ez a kis visszafénylő zongoralakszerű kialakítás, nekem ez sem jön be túlságosan. Az viszont igen, hogy ilyen magas felszereltségnél már elképesztő az anyaghasználat, jó a minőség, kiváló az összeszerelési minőség, de rengeteg gombot, illetve érintő gombot is találunk. Ahogy mondhattam, a kormány a szép bőrözött, és hát nyilván ez a lyukatott kialakítás segíti azt is, hogy ne izzadjon annyira a kezünk, amikor mondjuk sportosabban közlekedünk, és itt van az kis RS logónk is. Ha jobbra tekintünk, akkor ott van a 10 colos fedélzeti rendszerhez tartozó képernyő. Nagyon nincs is semmi, csak érintő vezérlés, és pont ez a problémám vele, hogy Apple CarPlay és Android autó támogatása természetesen rendelkezik, illetve van normál fedélzeti rendszer része is, de az már nagyon visszataszító, hogy innen föntről le kell húzni az ujjunkat, és úgy lehet megnyomni a startstopot, ez azért mindenképpen kell egy pár másodperc, mire felépül egy a rendszer, és utána pedig ezt itt pont eltalán, hogy vissza tudjunk lépni, nagyon nehéz, most már kigyakoroltam, de a klímavezérlésnek ilyen kis érintőfelülete van, mint hogy az ülésfűtés is ugyanígy működik, egyszerűen nem praktikus vezetés közben, semmiképpen sem használható, és az viszont jó hír, hogy azért a fő funkciók egyes pontjaihoz
fizikai gombot kapunk, ilyen például a parkolás segítő, hiszen önbeparkolásra is képes ez az autó esetleg, hogyha megfelelő felszereltséget választunk, illetve ezen kívül pedig még van klímavezérlés, hátsó szélvédőfűtés, ezeket mind fizikailag érjük el, a kis légbömlő pedig szerintem azért itt dizájnos, jól néz ki, és rengeteg a pakoló felület, itt USB-C csatlakozókat kapunk, szóval az új iPhone-osok fognak csak jól járni, a régiebbieknek mindenképpen valami átalakítóra lesz szükség, illetve ez már csítöltésre képes ez az autó, tehát vezetékmentesen tudja tölteni a kompatibilis telefonokat, és itt is itt van a zongoralak, ami azért is rossz, mert az automata váltóhoz tartozó kis pöcök, nevezzük úgy, ez kényelmes, hiszen nagy felületet hagy itt nekünk arra, hogy pakoljunk, vagy esetleg a kezünket pihentessük itt, de azért körülötte is ilyen zongoralakszerű fényes műanyag van, és amikor ezt mondjuk kiszeretnénk porszívózni, akkor hódzer, hogy össze fogjuk karcolni, nem értem ezt miért kell erőltetni, annak ellenére, hogy persze tényleg egy kicsit elegánsabbá teszi a belteret. Van pohártartónk is, itt van a rögzítőféknek az elektromos kapcsolója, illetve azért ez már egy sportülés, combtámasszal, és nyilván eres logóval. Nagyon jó tényleg az anyaghasználat, és kényelmes, tágas autóról van szó, tehát ez nem csak négy, hanem akár még öt ember számára is kényelmes utazóautó. Jó a fogás mindenhol, pont praktikus helyen vannak, ergonomikus távolságban a vezetőtől a különböző gombok, csak hát nyilván mondom a fedezeti rendszernek az érintő felületét azért hát meg kell szokni, egyrésztről nem is túl gyors, másrésztről pedig azért vezetés közben semmiképpen sem ajánlott nyomogatni, de az Octavia RS az nem is feltétlenül arról szól, hogy a beltér az megnyerő legyen, hanem inkább a teljesítmény, ha már a hang nem. Dirdur, csicsat, pif, puf, úristen, micsoda teljesítmény, gondolhatja az egyszeri vásárló, aki beül a Skoda Octavia RS-be, micsoda hangok, micsoda erő. Nyilván a 245 lóerő az nem is kevés, és hát egy igazi ménes már alapvetően, de ennek ennél azért nem minden arany, ami fénylik, szokás mondani, és itt ugyanez a helyzet, mert tényleg fantasztikus, hogy azért egy erős autóban ülünk, ami családi autóként is használható, sok mindenki elfér benne, kívülről egészen fantasztikusan néz ki, és futurisztikus, és jó, és modern, és dög, belülről pedig tágas, de az a 2 literes TFSI 4 hengeres erőforrás, ami elől duruzsol, nem az erejével van probléma, hanem a hangjával. Hogy ez a hang, amit hallottatok remélhetőleg így mikroporton keresztül, ez csak és kizárólag a hangszórókból jött. A hangszórókból, és ezt már a Volkswagen Consent nem egyszer eljátszotta, és ezeket a szemfényvesztéseket, felesleges vakításokat utálom. Tehát tényleg, vagy legyen akkor egy V6, vagy ha már nem lehet, mert az EU nem engedi, mert nem lehet a környezetvédelmi normákat betartani, akkor ne legyen ilyen hangja, akkor csak menjen, aztán jó van. Mert tényleg azért persze javítottak, ugyanaz a, nagyjából ugyanaz a 2 literes TFSI dolgozik ebben is, mint az előd modellben. Csak ez már az EA888 Evo 4-es új generációs motor, egy kicsit javítottak rajta, hogy kevesebb legyen a fogyasztás, ami még így is baromi magas, illetve természetesen azért növelték az üzemanyag befecskendezésnek a nyomását, szóval persze javítottak rajta, reszelgették, hogy hogy lehet azért megfelelni mindennek, de azért az erőt kihozni belőle, mert a 245 lóerő, illetve a 370 Nm-es forgatónyomaték azért tényleg nem kevés, és ezt a hatalmas testet is képes, hát 6,7 másodperc alatt nulláról 100-ra röpíteni, azért az tempós, és hogyha véletlen nem a 6 fokozatú alap manuális váltóval kérjük, hanem a 7 fokozatú dupla kuplungossal, akkor bizony még a váltó fülekkel át is tudjuk venni az irányítást, és szépen tudunk kapcsolni. Mondjuk van sportmód, ami azért mindent responszívabbá tesz, és mivel ez egy adaptív lengéscsillapítóval is ellátható autó, ugye sokkal feszesebbé tudja tenni a futóművet, ami azért más kanyarélményt jelent. Például 15 mm-rel alacsonyabban van az RS, mint a sima Skoda Octavia, tehát nyugodtan bele lehet vágni azért egy kicsit kanyargósabb hegyi útszakaszokba, és tényleg tempósan lehet menni olyankor, persze minden biztonság előírást figyelembe véve, és jól lehet kormányozni, responszív az autó, tényleg jól lehet irányítani, és jól lehet vele élményeket szerezni, és vezetni ezt az egész kasznit. Csak hát tényleg ez a hang az, ami engem borzasztóan tud zavarni. Mert
Mert egyébként a futómű azért jól passzol ez az autóhoz. Hiába a 19 szolos, ugye extraként kérhető keréktárcsák, amik 300 ezer forintba kerülnek, de mégis azért a komfortérzet megvan. Vannak is különböző üzemmódok, ugye eco, komfort, vagy éppen sport és normál. Az eco az egyetlen, aminél ez a hang megszűnik. Amúgy nem lehet így kikapcsolni gomnyomásra, mint amikor lehúzzuk ezt a felső sávot, és akkor a start-stop rendszert deaktiváljuk, hanem csak az eco módban szűnik meg ez a motorhang.mp3, amit állandóan nyom nekünk a rendszer. Ezen kívül mindig itt nyomja, és esetleg hangosabbá válik a sport módban, de attól a motor és a kipufogó felől tényleg nem jön semmilyen hang, és ezért ez kiábrándító egy kicsit. Pedig, hogyha valaki először ezt meg akarja venni, ezt az autót, akkor bizony azt hallja, hogy úristen, ez tényleg egy V6 vagy V8 minimum van, de nincs az a... Azért össze lehet hasonlítani mondjuk egy Audi RS7 Avantot az a V8-as erőforrásával, hogy az micsoda szívdöglesztő hang, és hát ha valamit vennék egyszer az életemben, ha sok pénzem lenne, akkor még egy mostani RS7 Avant, vagy RS6 Avant, teljesen mindegy. De tényleg az a lényeg, hogy itt már nincs ez a helyzet, és tényleg a futómű azért kényelmes aránylag, de sportossá is tud válni. Lehet vezetni az autót, és rengeteg vezetéssegítő asszisztens szolgáltatás is van benne, sávelhagyás figyelmeztető, sávtartó, adaptív tempomat, ami egész jól működik, de vannak azért hibái, keresztforgalom figyelés, tolatókamera. Mi másra lenne szükség egyébként az embernek? Mondjuk azért elektronikai szempontból azért van gond a Skoda Octavia RS-sel, amit ennyi pénzért minimum, hogy nem válna el az ember, hiszen olyan is volt például, hogy valamitől megijedt és befékezett, de szerencsére nagyon lassú tempónál, olyan is előfordult, hogy dugóban arra szólva elkezdett így villogni, meg indexelni, vészvillogozni, hogy úristen, valami veszélyhelyzet van, és erre figyelmeztessük a mögöttünk haladót. Olyanba is belefutottam, hogy itt a műszerfalon mindent kiírt a rendszer, hogy ez nem működik, a kipörgésgátló nem megy, az adaptív tempomat nem működik, aztán egyik pillanatról a másikra megszűnt minden. Hát most könyörgöm, azért itt ilyen 10x millió forintért ilyen hibák, hát nem tudom, nem a Skoda felől fordulnának elő az én szempontomból, és mégis előfordulnak. Olyan is megtörténik, illetve persze a különböző dugattyúknak az alakján is változtattak, a súrlódást is csökkentették, hogy takarékosabb legyen a benzinmotor, de hát mi az a takarékosság, ami átlagban 11, 12, 13 litert hoz? Tehát 8 liter, 9 liter csak akkor érhető el, hogyha az ember tényleg konstans megy, egyenes tempóban, forgalom nélkül, 50-től egészen 120-ig. Bármilyen tempót, akkor kijön. Egyébként nem jön ki. Egyébként kijön 13, 14, 15 liter városban, 10 alatt pedig nem fogjuk megúszni, ami azért baromi sok, és akkora teljesítményünk nincsen, hogy ezt indokolja ez. Tehát egyszerűen nem érzem azt, hogy a Skoda Octavia jól lett optimalizálva. Tojásokon lépkedve tényleg működik ez az alacsony fogyasztás, csak akkor mi a francnak veszek a Octavia RS-t, hogyha én azt akarom, hogy hát a fogyasztás minél lejjebb csökkenjen. Szép persze, hogy itt kijelez mindent ez a kijelző, még azt is, hogy a forgatónyomaték éppen mennyi, mert jól mutat, hogy azért amikor beletaposunk a gázba, akkor 370-ig képes ez fölmenni, és tényleg azért beletapaszt minket az ülésbe, de nem, akkor se adja ki annyira. Főleg úgy, hogy 12,7 millió forintba kerül alapáron a Skoda Octavia RS, még csak 6 fokozatú manuális váltóval, DSG 7 fokozatú dupla kuplungossal már azért egy bő 600 ezer forinttal többe kerül, akkor majdnem 800 ezer forintba kerülnek ezek a komolyabb ülések, ugye 300 ezer forint a 19 szolos keréktárcsaszett, szóval szépen lehet itt rakosgatni a milliókat is akár az alapárra, ez a tesztautó is 16,5 millió forintba kerül. 16,5 millió forint egy Skodáért, hát hova fejlődött, vagy romlott ez a világ, elképesztő, és amikor azért oda vesszük, hogy milliókkal olcsóbb egy Stinger GT, vagy egy i30 N a Hyundai-tól, hát akkor az ember elgondolkodik, hogy biztos a Skoda Octavia RS a legjobb döntés, persze tágas, modern, jó utazó autó, ami hát megy, mint a messzes, hogyha tényleg beletaposunk a gázpedálba, de összességében azért nem ad annyit, hogy ennyi pénzt megérjen, én szerintem kevesebbért, simán, sőt, nyilván, hogyha megvágnának egy ilyennel, akkor azonnal elfogadnám és imádnám ezt az autót, mert élmény használni, tud mindent, amire szükség lehet, és akár még a családosoknak is szüksége lehet, sőt a vagány családapádnak főleg, de egyébként pedig nem érzem azt, hogy ennyi pénzt ez az autó megérne. Ritkán szoktam nagyon belekötni bármibe, mert nincs már értelme, de itt azért van. Itt egyszerűen az az érzésem, hogy egy kiváló autó, ami még éppen elcsíphető legalább ilyen erős benzinmotorral, aztán majd úgyis szerintem a következő generáció már csak elektromos meghajtásra fog érkezni. Itt is, ha jól tudom, van dízel, vagy éppen hibrid, tehát lehet azért zöldülni egy kicsit, vagy az elektrifikáció útjára fellépni. De nem tudom, valahogy ez a Skoda Octavia RS azon kívül, hogy egy nagyon jó ilyen sportos autó, mert nem sportautó, és modern is,
nem a legmeggyőzőbb szerintem a piacon, ennél azért ültem már jobb autóban is, és ugyanennyit fogyaszt a V6-os 3-3-as erőforrásával a Stinger GT is, de legalább annak tényleg valós hangja van, nem pedig a hangszorokból jön mindez. Szóval én köszönöm szépen a figyelmet, kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményetek, és ezt mindenképpen írjátok meg kommentben, mert érdekelne, hogy nektek tetszik-e az Octavia RS, a konkurenseket tartjátok-e jobb vásárnak, vagy tényleg ez az autó az, ami hát a legcímdöglesztőbb, mert mondjuk a piros-fekete szín miatt azért mindenképpen megnyerő. És ne felejtsetek el követni TikTokon, én pedig köszönöm szépen a figyelmet, nyomok még egy utolsó gázt, sziasztok!